tornaszobát adtak át rozsét szőlőn. Az új tér nem csupán a mindennapos testnevelésnek ad helyet, hanem a helyiek számára szervezett közösségi és tömegsportrendezvényeknek is. Bizottság a fiatalokért, a minél élhetőbb körülmények megteremtése a célja az újtaértói ad hoc bizottságnak. Digitális bíróság, a nyíregyházi törvényszék 4 tárgyaló termét távmeghallgató programokkal és eszközökkel szerelték fel. Új, modern tornaszobát adtak át a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézményében. A Költség televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A nyíregyházi tankerületi központ 17 millió forintból hozott létre új teret rozsrét szőlőn, amely nem csupán a mindennapos testnevelésnek ad helyet, hanem a településen szervezett közösség és tömegsportrendezvényeknek is. Az ünnepségen Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, fontos a városrészekben és bokortanyákon működő köznevelési intézmények megőrzése, fenntartása és fejlesztése. Hozzátette, ezek példaként szolgálhatnak, hogy a kisebb iskolákban is lehet minőségi, magas színvonalú oktatást végezni. A szomszédos tanterem falának elbontásával nagyobbították meg a korábbi, kisebb tornaszobát a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézményében. Így a gyerekek már nagyobb területen mozoghatnak a mindennapos testnevelési órákon. De a tornaszobában a nyílászárókat védőráccsal is ellátták, az oldalfalakra védőborítás került, az elavult parketta helyére pedig linoleumot tettek. A nyíregyházi tankerületi központ nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy minden tanulója számára egészséges, biztonságos, korszerű, modern körülményeket biztosítson. Ez a tornaszoba a mindennapos testnevelés feladatainak az ellátását is segíti. Azért mondom, hogy is, mert itt Rozsréten ez egy kulturális központ is ez az iskola, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőség legyen itt élő felnőtteknek is sportolni, mozogni. Itt a Nyíregyháza megyei jogú város mozdulj Nyíregyháza programjai keretében vannak esténként foglalkozások. Úgyhogy kettős célt is szolgál. A bokortanyákon élő evangélikusok azért hoztak létre iskolákat, hogy biztosítsák az ott élőknek a tanulási lehetőséget, mondta el a térség országgyűlési képviselője a tornaszoba átadásán. Vinnai Győző hozzátette, ma az a feladatunk, hogy ezeket a térségi, kisebb iskolákat megőrizzük és fejlesszük. Azt gondolom, hogy az itt élők, a rozsrétszőlőn és a bokortanyákon élő nyíregyházi lakosok nagyon fontosnak tartják az ilyen családias jellegű, közel lévő, könnyen elérhető iskolákat, mert látják azt, és ez a mai fejlesztés is jó példa erre, hogy mi fejleszteni akarjuk a kisiskolákat, megőrizni akarjuk a kisiskolákat, jó hozzáférést akarunk adni az oktatási ismeretekhez, de emellett tulajdonképpen azt akarjuk ezekkel az iskolákkal bizonyítani, hogy lehet itt is olyan szakmai pedagógiai programot kialakítani, amely elfogadható a családok és szülők számára. Az iskolában a 17 millió forintos beruházás során nem csak a tornaszoba bővült és újult meg, hanem 2 osztályterem klímát is kapott, egybe pedig új bútorok kerültek. Továbbá fejlesztő eszközöket és laptopokat is beszereztek, valamint a wifi hálózatot is kiépítették. A saját és nemzetünk védelmének megóvása a tét hangzott el a Fidesz irodájában Máté Szalkán. A térség országgyűlési képviselője kiemelte a családok védelmének fontosságát és azt, hogy a gyermekeink jövőjéről nekünk kell dönteni. Kovács Sándor szerint a nemzeti konzultációs kérdőív kitöltésével arról is döntünk, hogy az esetleg fellépő munkaerőpiaci hiány problémáját bevándorlókkal vagy magyar emberekkel, saját gyermekeinkkel akarjuk-e megoldani. Magyarország önállóan szeretné eldönteni, hogy kivel él együtt. Fontos, hogy mi a családtámogatásban, a családokkal együttműködésben látjuk a társadalom jövőjét. De fontos arról is beszélni, hogy Magyarországon a balliberálisok, Bangóni, Borbély Ildikó parlamentben széttépte azt az ívet, magyarul szétszagadta azt az együttműködést, ami a politikum és a társadalmi tagok között van a családok jövője érdekében, valamint Bauer Tamás a DK képviselő, aki viszont kamerában mondta, hogy el kell felejteni a sok gyereket, és igen, kell engedni a migránsokat. Ez a feladat vár ránk, hogy eldöntse a magyar társadalom többsége, családtámogatásban, a gyermekeinkben látjuk őt, vagy pedig egy illegális bevándorló sorozatban.
Amíg nem tisztázódik a vádak alól, Juhász Zoltán, Nagykádó polgármestere, addig adja vissza a mandátumát. Erre szólította fel a független városvezetőt a Jobbik Magyarországért mozgalom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A Dorján Biela sajtótájékoztatóján ismertette, bírósági szakaszba került a polgármester és két helyi cégvezető ügye, amelynek kapcsán hűtlen kezeléssel vádolják Nagykádó polgármesterét, akit arra szólít fel, hogy a városi pályázatok kapcsán elnyert összegekkel is számoljon el. Juhász Zoltántól konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy a településen felhasznált sok-sok millió, egészen pontosan milliárd forint, hogyan és milyen módon lett felhasználva, és arra kérem nagy tisztelettel Juhász Zoltánt innen a Jobbik megyei irodájából, hogy számoljon el önmagától, ne vegye igénybe a hatóságok kényszerítő intézkedését, mondjuk az erdei iskolában felhasznált 75 millió forintról, az ipari park létrehozása kapcsán kölcsönadott mondjuk 484 millió forintról, a Ínségdobnak megpályázott 19 és elnyert 19 millió forintos nagyságrendű összegről, aztán a kenderáztatóra megpályázott és elnyert nagyságrendileg 55 millió forintos összegről, a szemétlerakók rekultivációjába igényelt és megnyert és felhasznált nagyjából 7,1 milliárd forintról, illetve a kis KFT-nek folyósított, vagy kis KFT-vel kötött meglehetősen furcsa szerződésnek a részleteiről tájékoztassa a közvéleményt, ezáltal a nagykállóiakat és engem is, illetve az ennek a szerződésnek köszönhetően okozott kár nagyságát pontosan határozza meg ő maga. Az üggyel kapcsolatban reagálási lehetőséggel kerestük Juhász Zoltán Nagykálló polgármesterét, akit a híradónk felvételének időpontjáig nem sikerült elérnünk. Tizenhat darab lakást építetne a fiataloknak az Újfehértói Adhok Bizottság, ezzel is a település megtartó képességét szeretnék növelni. Az újonnan alakult testület második ülését nemrégiben tartották, amelyen a képviselőkön túl a megyei vezetők is részt vettek annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt beruházások beilleszkedjenek a megyei fejlesztési stratégiába. Ismét ülésezett az Adhok Bizottság Újfehértón. Bár számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években a településen, mégis sok fiatal hagyja el Újfehértót, akik a környező nagyvárosokba költöznek. Annak érdekében, hogy 20 év múlva ne csak az idősebb korosztály éljen a városban, több kezdeményezése van a bizottságnak. Az elmúlt ülésen egy konkrét javaslatot is megfogalmaztunk, ami úgy szól, hogy van egy 55 lakásos társasház Újfehértón, melynek a tetőterében plusz lakások alakíthatóak ki. 16 darab lakásról van szó. Ezt az önkormányzat saját hatáskörben hitelben meg tudja valósítani, melyet csak fiatalok tudnának használni a saját életkezdésük elindításához, kedvezményesen természetesen. Az Adhok Bizottságnak az elnökön túl 5 tagja van, de a település polgármestere is részt vesz az üléseken, valamint a megye vezetői is meghívást kapnak. Annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt beruházások beilleszkedjenek a megyei fejlesztési stratégiába. Mindenképpen fontos és egy nagyon előremutató kezdeményezés, amit Újfehértón történik, úgyhogy nagyon örülünk annak a megyei önkormányzat részéről, hogy ez a lépés ez megtörtént, és bízunk benne, hogy több település is át fogja venni majd, és igyekeznek majd a saját eszközeiket természetesen felhasználva, és bevonva a külső eszközöket is, hogy az ifjúság helyzetét a lehető legjobban és a településükre szabva próbálják meg előmozdítani. Azért örülünk ennek, mert reméljük, ez egy úttörő kezdeményezés lesz, hiszen a megyei önkormányzat már a stratégiai céljaiba lefektette korábban, hogy az ifjúsággal, a helyben lakó ifjúsággal, illetve az elvándorló ifjúsággal is foglalkozni kell. A település több szempontból is előnyös lehet a fiatalok számára, többek között számos szabadidős tevékenység és sportolási lehetőség biztosított. Egy 10 évvel ezelőtti helyzethez képest is egy sokkal ideálisabb lehetőség van. Egy nagyon nagy előnye van a városnak, ez pedig az, hogy Debrecenhez és Nyíregyházához is viszonylag közel van, ugyanakkor egy sokkal csendesebb, békésebb, élhetőbb kisváros, és minden olyan infrastruktúrával gyakorlatilag rendelkezünk, ami ehhez szükséges. Azt tudom mondani, hogy megyei szinten is a közbiztonság a megyei átlaghoz képest is teljesen rendben van. Intézményeink a bölcsődétől a középiskolával bezárólag több típusban rendelkezésre állnak. Egyházi fenntartásban lévő, állami fenntartásban lévő általános iskolánk, óvodánk, bölcsődéink vannak.
A település polgármestere azt is elmondta, Újfehértó egy topos pályázaton is nyert, így egy zöldváros program keretében egy fedett piaccsarnokot építenek, és egy új játszóteret is kialakítanak. Az Országos Bírósági Hivatal Digitális Bíróság néven Európai Uniós támogatással indított egy nagyszabású projektet. Ennek összege 2,5 milliárd forint, célja pedig a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése. 2017. májusában kezdődött a célok megvalósítása, a projekt zárása pedig 2019. június 30-a. Az Országos Bírósági Hivatal Digitális Bíróság néven Európai Uniós támogatással indított egy nagyszabású projektet. Ennek összege 2,5 milliárd forint, célja pedig a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése. 2017. májusában kezdődött a célok megvalósítása, és a projekt zárása 2019. június 30-a lesz. A célkitűzések az elektronikus aktának a kialakítása, amely azt jelenti, hogy a bíróságon peres ügyel rendelkező felek online, ott 24 órában otthonról elérhessék a bírósági iratot. A projekt keretében megújul az anonimizáló alkalmazás, ami azt jelenti, hogy a bírósági határozatoknak az internetes honlapon történő közzététele kereshetősége javulni fog, és ennek a keretében a határozat szerkesztés is megújul, automatizálódik részben a bíróságon belül. A felek számára pedig kialakításra kerül a közhiteles nyilvántartásokból történő adatlekérésnek egy új lehetőség, egy új módja, amikor nem a félnek kell beszereznie a tulajdoni lapot a perben, hanem a bíróság azt hivatalból beszerzi a földhivatallal kialakított informatikai kapcsolat révén. A nyíregyházi törvényszék 4 tárgyaló termét távmeghallgató programokkal és eszközökkel szerelték fel. Ez lehetővé teszi, hogy az eljárásban résztvevő személyek ne legyenek egy légtérben. Akár egy soproni hasonló felszereltséggel rendelkező teremben is kihallgatható a tanú egy nyíregyházi eljárás keretein belül. Hasonló módon, mint ahogy telefonálunk, de ugye képet is látunk, hangot is hallunk, folyik a meghallgatása vagy a kihallgatása. Ez egy zárt rendszer, ez egy hiteles nyilatkozatnak minősül. Hasonló módon tudjuk rögzíteni a tárgyalóteremben történteket. Tehát látjuk, halljuk azt, hogy mi történik, és mint egy film vissza lehet nézni, hogy ki mit mondott, milyen gesztusokat tett, hogy állt föl, hogy ült le, hiszen időnként ennek is jelentősége van, és ezt nem feltétlenül kell írásba áttenni. Afelé megyünk, az eljárási törvények már a büntető eljárás során egy részében kötelező, az eljárásnak más részében lehetőség. A polgári eljárásban 2020. január 1-től akár az írásba foglalt jegyzőkönyvet is kiválthatja ez a lehetőség. A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetnek az Y és a Z generáció képzéseire is. Azzal szembesültünk, amikor az igényeiket monitoroztuk, hogy nagyon mást várnak már el a képzésektől, mint akár a korábbi korosztályok. Éppen ezért szeretnénk 2019-ben megújítani ismét a képzési rendszerünket. Folyamatosan frissítjük egyébként, új dolgokat hozunk be az európai elvárásoknak megfelelően, most ismét egy újabb, nagyobb nekifutás, egy újabb, nagyobb megújítással készülünk. Mik azok a kulcs gondolatok, amik ezt a megújítást fémjelzik? Egyrészt gyakorlatorientált képzéseket szeretnénk nyújtani a fiataloknak. Olyan tudást, olyan ismereteket, amik a mindennapi munkában segítik őket. Szeretnénk új, élvezetesebb és elmélyültebb tudásbiztosító módszereket behozni. A szakemberek szerint a bíróság jövőjének záloga ezeknek a fiataloknak a szakmai tudása és képességeinek fejlesztése. Ezért minél interaktívabb képzéseket szerveznek majd számukra. Bálint András színművész Arany János estjét láthatták az Irodalom Barátok kedden a Bencs villában. A program a műfajok sokszínűségével adott nagyon gazdag képet a költőről. A versek, balladák, levelek közvetítésével nem csak az alkotóhoz, hanem magához, az emberhez is közelebb kerülhettek a nézők. 2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. A Radnóti Színház ebből az alkalomból újította fel Bálint András Arany János estjét. Az előadás bemutatja Aranyt, mint fiatal szerkesztőt, majd a nézők elé varázsolja az édesapát, az idősödő férfit és az öreg napjait a Margit-szigeten töltő bölcs öreget is. A színművész szerint Aranyt nehéz megközelíteni, mert saját magáról nagyon keveset írt.
Bálint András úgy véli, Arany a magyar nyelv legnagyobb varázslója, aki rendületlenül hitt a költészet erejében. Az önálló esten a közönség a megjelenített költő eddig nem ismert oldalát is megismerhette. Engem mindig elsősorban a személyiség érdekel. Természetesen a műveken keresztül. Tehát milyen ember volt, milyen apa volt, milyen barát volt, milyen betegeskedő öreg ember volt, milyen hazafi volt, milyen szigorú szerkesztő volt. Úgyhogy ha így a személyiséget én megjelenítem, ugye mert egyes szem első szemében beszélek, akkor talán könnyebb közel kerülni a költőhöz. Az esten az ismert versek és balladák mellett elhangzottak részletek Petőfi és Arany levelezéséből, a nézők megismerhették azt is, hogyan adott Arany János tanácsokat az ember tragédiáján dolgozó Madácsnak. Bálint András az önálló est készítése során a műveken keresztül belehelyezkedik a költő személyiségébe. Én szeretem a pódium műfajt. Sokféle pódium van, amikor 300-an ülnek velem szemben egy egyetemi előadóban, van így szép elegáns polgári villában, mint a Bencs villa itt, de van úgy, hogy egy iskolai tornateremben, van úgy, hogy művelődő, van úgy, hogy színházban. Mindegyik helyzet más, mert mindegyik díszlet más, ezáltal ez mindig nagyon inspiráló egy színésznek. Az elkövetkező két hétben Sedjánszky Nóra kötet bemutatójára és karácsonyi koncertre várják a Bencs villa közönségét. A Nyíregyházi Rotary Klub Mikulása már 7. éve gondoskodik a gyerekek boldogságáról december 6-án. Tavaly még a József András Múzeumban várta a kicsiket, idén először azonban a Váci Mihály Kulturális Központban tartották meg a Rotary Mikulás rendezvényét. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, arcfestés és zenés-táncos produkciók szórakoztatták a gyerekeket, akik természetesen nem távoztak üres kézzel. Mindenki kapott csomagot a Mikulástól és a segédjeitől. Erre a délelőtre 320 gyereket hívtunk, főként azokat, akik hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők, és így a Bárci iskolából, a Ridenc iskolából, a Göllesből érkeznek a gyerekek, és csatlakozik a délelőtt folyamán a Nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézménynek az Early Act klubja. Ők a második turnusban, tehát akkor ezzel el is árultam, hogy két turnusban szerveztük meg ezt a délelőttöt, mivel nagyon-nagyon sok a gyerek. Búcsúzott a Magyar Kupától a Sényői futballcsapat, miután hazai pályán közel egy fél időt emberhátrányban játszva 4-0-ás vereséget szenvedett a Ferencvárostól. Az egyetlen állva maradt megyebeli együttes, a Kisvárda, a Ferencvárossal játszik a legjobb 8 közé jutásért. A párharc két mérkőzésen dől majd el. Az 1400 lelkes településen több mint 2500-an voltak kíváncsiak a Fradi vendégjátékára. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott a harmadik percben, Fabu azonban Holzer kapust találta telibe. Az első fél időben a Ferencváros nem jelentett sok veszélyt a sényői kapura, a 49. percben azonban Marics megmozdulását szabálytalannak ítélte a játékvezető, aki a 11-es pontra mutatott és második sárgával kiállította a hazaiak támadóját. A büntetőt Finn Bogasson váltotta gólra. A 63. percben megduplázta előnyét a Fradi, Petják baloldali beadását Finn Bogasson fejelte Gagyi kapujába. A 75. percben már 3 góllal vezettek a zöldfehérek, Lovrencsics Balázs labdáját Georgiev is lőtte a kapuba. A 4. ferencvárosi találat már a hosszabbításban született, Lovrencsics 14 méteres lövése között ki a kapuba alsó sarkában. Nehéz ilyen minőségű pályán játszani, és valószínűleg emiatt is volt több hiba a kelleténél, de láttam a motivációt a fiúkban, és azt csinálták, amit kértem tőlük. A hazaiak játékos edzője szerint, amíg teljes létszámban volt a Sényű, addig fel tudta venni a harcot az NB1 lista vezetőjével. Az első félidőben ugye a látottak alapján teljes mértékben visszakaptuk azt, amit kértünk a játékosoktól, egy nagyon zárt és szervezett védekezésből indultunk ki, és abból ugye kontrákból, valamint a feljutatni ugye a labdát a támadó harmadból, ott megtartani, ahhoz felzárkózni, és ugye kontrákból veszélyes lenni az ellenfélre. Úgy gondolom, hogy el is jutottunk egy párszor ebből a kapuig, még helyzetünk is volt, úgyhogy az első félidő szerintem nagyon rendben volt. A sényűiekben a 4 gólos vereség és a kiesés ellenére sem maradt hiányérzet.
teljes mértékben elégedettek vagyunk a látottakkal. Én ezt már mondtam a mérkőzés előtt is, hogy ennek a mérkőzésnek már mi voltunk a nyertese azzal, hogy egy amatőr csapat egy Ferencvárossal játszhatott, és talán ez a Magyar Kupa szépsége, hogy ennyien voltak kíváncsiak erre a mérkőzésre. A másik megyebeli csapat, a Kisvárda, Szentlőrincen hosszabbítás után aratott 4-1-es győzelmével harcolta ki a továbbjutást. A nyolcad döntőben a várdaiak a Ferencvárossal találkoznak. A párharc két meccsét februárban játsszák majd le a csapatok. 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye diák sportolói az elmúlt tanévben megrendezett országos döntőkben. A hagyományos évzáró gálán a legeredményesebb sportolók, csapatok és testnevelő tanárok vehették át az elismeréseket a megyeháza dísztermében. A megyei diáksport gálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások, 48 éren volt a 2017-2018-as tanév termése. Idén a megyei diáksport és szabadidő egyesület rendezte a legnépesebb mezőnyt felvonultató 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntőt, amelyen a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 vendég látogatott Nyíregyházára, illetve Kisvárdára. Ez a nap arról szól, hogy mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportért tett, legyen az testnevelő, legyen az diák, legyen az sportszervező, megköszönjük, és talán, hogyha mindenki nem is kaphat díjat, mert ugye ezt azért lehetetlen kivitelezni, de ezek a díjak azért én úgy gondolom, hogy bár általában személynek és iskolának, szervezetnek szólnak, mégiscsak az egész megyei diáksport életnek, közéletnek a díjai, és mindenkinek szeretnénk megköszönni valóban a jó tanuló sportolókon, az általános iskolákon, a középiskolákon és a testnevelőkön keresztül az, hogy tett, dolgozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportért. Az eredményeket tekintve a megye országos viszonylatban is ott van a legjobbak között. Én azt gondolom, hogy amikor a Szabolcs megye nevét kiejtem az országos központba, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, mert egy olyan megyéről van szó, aki nagyon áldozatosan, nagyon korrekten végzi azt a munkát, amivel elért oda, hogy az első 3 helyezetben benne van az valam országos szinten. Minden évben rangos diákolimpiai országos döntők vannak itt, nagyon jó színvonalon megrendezve, ugyanakkor a helyi iskolák, tehát a megyei iskolák is nagyon-nagyon jól szerepelnek az országos döntőkön, tehát abszolút ott van a megye az első 3-ban országos szintet tekintve. Az elmúlt tanév országos döntőjében 18 arany, 14 ezüst és 12 bronzérmet szereztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői. Kettős győzelemmel jutott tovább a CEV kupában a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a Svájcban aratott 3-1-es sikert követően hazai pályán 3-0-ra verte a Düdingen csapatát. Most pedig híradók végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Fontos a városrészekben és bokortanyákon működő köznevelési intézmények megőrzése, fenntartása és fejlesztése. Ezek ugyanis példaként szolgálhatnak, hogy a kisebb iskolákban is lehet minőségi, magas színvonalú oktatást végezni, mondta Vinnai Győző, a Rozsét Szőlői Iskola új tornaszobájának átadóján. A Nyíregyházi Tankerületi Központ 17 millió forintból hozott létre új teret a Móri Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály tagintézményében, mely nem csupán a mindennapos testnevelésnek ad helyet, hanem a helyiek számára vezet, közösségi és tömegsportrendezvényeknek is. A fiatalok helyben tartását segíti az újonnan alakult adhok bizottság Újfehértón. A testület második ülését a héten szervezték, amelyen a képviselőkön túl a megyei vezetők is részt vettek, annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt beruházások beilleszkedjenek a megyei fejlesztési stratégiába. A nyíregyházi törvényszék 4 tárgyalótermét távmeghallgató programokkal és eszközökkel szerelték fel a digitális bíróság program keretében. Ez lehetővé teszi, hogy az eljárásban résztvevő személyek ne legyenek egy légtérben. Az Európai Uniós támogatással indított országos projekt mintegy 2,5 milliárd forintból valósul meg. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták december 6-án csütörtökön, friss hírekkel pedig legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik, még munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.
Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. Péntek estig az Észak-Nyugat-Európa fölött törvénylő ciklon áramlási rendszerében több fokkal enyhébb, nagy nedvesség tartalmú levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Hószálingózás, havas eső, helyenként ónos eső is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, havas eső, ónos eső, majd napközben már eső helyenként előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton kezdetben még sok felé számítani lehet esőre, záporra, majd nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Főként a Dunántúlon kísérik erős lökések az észak-nyugati szelet. Vasárnap rövidebb napos, hosszabb felhős időszakok lesznek, de csupán elszórtan várható eső, zápor. A jövő hét első felében is változékony időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel. A gyakran megnövekvő felhőzetből szorványosan eső, majd havas eső, kisebb havazás is valószínű. Kettől ismét hidegebb levegő áramlik fölénk.